Szép jó estét kívánok, köszöntöm a Paletta magazin nézőit. Ma esti vendégem Kiss Dorottya, a Szabad Művelődés Házának igazgatója. Szervusz, Dóri. Szervusz, nagyon szépen köszönöm a meghívást, és köszöntöm a nézőket. Erre a napra, illetve erre a műsorra felfűzzük az Arangula művészeti napokat, tekintve, hogy születésnapját ünnepli méghozzá 18-at, felnőtt korba lépett. Én abban a szerencsés helyzetben vagyok, vagy mondhatom, hogy vagyunk, hogy én végigkísértem a fogantatását, megszületését, kicsi gyermekkorától egészen, amíg iskolába járt, és most lám-lám eljött a 18. Most erről essék szó, hiszen ez szervesen kapcsolódik Tóth István legendájához, a Fanta Villa titkai, az egyik Fanta Villa titka. Igen, természetesen. Amikor megfogant ez a történet, akkor ugye Pista volt a házigazgatója, és azt hiszem, hogy ez egy újszerű kezdeményezés volt így a királyi napok után. Igen, 1999-ben volt az első Aranybulla művészeti napok, valóban Tóth István igazgató úrnak az ötlete nyomán alakult ki ez a hagyomány. Nyilván akkor még nem az volt a helyzet, ami most 2017-ben, nem a Királyi Napok Néptánc Fesztivál volt egyedül az augusztusi rendezvény, illetve a 20-ai tűzijáték, de nem volt koronázási szertartásjáték, nem, a Királyi Napok nem terjedt ki több hetes rendezvénysorozatra a belvárosban, így úgy érezte, hogy augusztus végén még indokolt egy művészeti fesztivált útjára indítani, ezért találtad ki az Aranybulla művészeti napokat. Manapság már ugye más a helyzet, mert augusztus 20-áig bezárólag rengeteg program várta a belvárosban a közönséget. Igen, hát akkor ez akkor hiánypótló volt mindenképpen, igen, ráadásul igen. Nevében is ott van az Aranybulla, nagyon fontosnak tartotta Pista annak idején, hogy az Öreghegy a maga bensőséges környezetével, mert valamennyi művelődési házunknak van valami feelingje. Hát mindegyik az, különböző, mindegyiknek megvan a saját hangulata. De az Öreghegy az mégis más. Hát a kert miatt főleg egyébként az épület adottságai is nagyon jók, meg látványos maga az épület is, de ez a kert az fantasztikus, és nyáron nagyon jó lehetőséget biztosít kerti rendezvények megvalósítására. És mindig jó idő van, azt azért tegyük hozzá a nézőknek is. Tehát most, amikor péntekre és szombatra majd meginvitáljuk a székesfehérváriakat és minden művészetkedvelőt, azért figyeljünk rá, mindig jó idő van. Reméljük most is így lesz, de hogyha rossz idő van, ott van a lehetőség, hogy be lehet menni a színházterembe. Így van. Az Öreghegy különleges helyet foglal el a szívünkben, nem csak a művészetek okán, hanem Tóth Pista miatt is, és azt hiszem, hogy amikor átvetted ezt az egészet, akkor ez egy rendkívüli kihívás volt. Igen, én is úgy érzem, hogy nagyon magas mércét állított ő elénk, és ennek nagyon igyekeznünk kell megfelelni munkatársaimmal együtt. Örvendetes, hogy a hagyományokat tudjuk továbbvinni, annak ellenére, amint elmondtam, hogy rengeteg augusztusi rendezvény van, de még tudjuk mi ezt folytatni, hiszen ezeken a napokon éppen nincsen a belvárosban semmiféle esemény. Valóban próbáljuk a színvonalat is tartani, hogy ezek a művészeti programok olyanok legyenek, hogy méltó legyen az ő nevéhez is. Igen, mert itt a kettősség egyik oldalról megvan, hiszen az egyik napon általában kiállítások vannak, vagy olyan színházi események, amelyek a kis színpadon elférnek, de kellő értéket képviselnek ahhoz értelemszerűen, hogy annak a vájtfülő és hozzáértő közönségnek is a kedvét lejje benne. A másik oldalról pedig a szabadtéri koncert mindent visz, legalábbis mondom. Hogy álltok neki a szervezésnek? Amikor például átvetted a vezetését, mi volt az elsődleges feladatod? Ugye nyilvánvaló a színvonalat meg kell tartani. Ez sikerült elég iránt, hiszen ha csak belegondolok, még gyorsan elmondom, feljegyeztem néhány alatt a teljesség igénye nélkül, hiszen a Burján Orsék, a Misztrál, a Medvetársulat, a Szabad Színház, a Nagy Juditék ott voltak, a Ferenci Gyuriék például tavaly, a Raszka Jemmel, a Déradri kiállítás, a számtalan nagyon-nagyon jó kiállítás, így lesz az idén is. De mit tartottál te magad az elsődleges feladatnak? Ezt, hogy a színvonalat próbáljuk tartani, és hogy többféle művészeti ágban kínáljunk programokat, ahogy te is említetted, tehát kiállítás, koncert és színházi előadás is színesítse a kínálatot. A kiállításokkal kapcsolatban az volt a hagyomány, amikor még működött az Agárdi művésztelep, ahol a Székesfehérvár testvérvárosából érkezett művészek alkottak, hogy ennek volt egy záró kiállítása mindig az Öreghegyen. Ide valamelyik testvérvárosból származó művészt hívtuk meg,
ezt a hagyományt úgy tudtuk folytatni, miután az Agárdi művésztelep már nem működik, hogy mi magunk kiválasztunk egy művészt, aki nem dolgozik itt Magyarországon, mert az alkotótábor nem működik, de meghívunk valamelyik testvérvárosból alkotót. Így az idén az amerikai Birminghamből érkezik hozzánk egy művész, illetve 10 más művésztársának a festményeit hozza. Mennyire tematikus egy ilyen tárlat? Hogy választasz? Hiszen művészetkedvelőként én is tudom, hogy rendkívül széles a skála. Tematikus csak 2013-ban volt, amikor a Szent István emlékévhez kapcsolódott a kiállítás is, a színház is, a zene is, minden. Most az a tematika, mondom, hogy testvérvárosi kiállító művész jöjjön hozzánk, de nincsen megadott téma. Mivel ugye most Amerikából, Birminghamből nehéz ide szállítani az alkotásokat, annyi volt, amit megbeszéltünk, hogy olyan legyen nyilván, ami könnyen elfér, tehát ezért mondom, hogy csak falra való dolgok lesznek, nyilván szobrot nem tudunk repülővel utaztatni, vagy hát lehetne, világos. Csak nem egyszerű. A tematikust arra kérdeztem, illetve ahhoz is kapcsolódik, hogy ugye itt íve van a történetnek, és nem csak kortárs, hanem azért visszamentünk néha az időben olyanokat, akik még kevésbé ismertünk, itt váltak ismerté. Tehát ez számít egyébként? Számít, például Újvári Lajos kiállítása volt tavaly, aki már nincs köztünk, tehát egy olyan művész, aki már nem él. Tehát sokféle szempontot szoktunk figyelembe venni, de mindenféleképpen a színvonal az, ami nagyon fontos. A zene pedig az mindent visz. Mondom ezt azért, mert hogy esztendőről esztendőre olyanokat láthatunk, hallhatunk, akik egyrészt nagyon ritkán szerepelnek Székesfehérváron, az okát nem tudom, de ez tény, a másik oldalról pedig mindig valami különlegességet képviselnek a műfajon belül, akár a műfajválasztás. Amikor műfajt választatok, akkor ez jön magától, vagy például a Ferenczi Gyuri, bármennyire is imádom én, egyszerűen Székesfehérváron elérhetetlen. Egyszer volt, talán még emlékszel rá, a Tiszti Klubban valamikor 10 éve. Igen, meg egyszer, amikor még volt Fehérvári Vigasság, akkor lépett és fel. És ezt csodálkozva tapasztalom, hogy nem hívják, vagy nem jön, nem tudom, hiszen teltházat vonz. Rengetegen voltak tavaly rajta, igen, és nagyon nagy sikerű koncert volt. Ugyanez vonatkozik egyébként a színházi előadásokra is, mert a kamaradarab ide vagy oda, az a színházterem abszolút alkalmas a kamaradarabok bemutatására. Igen, itt el kell mondanom, hogy az idejében nem lesz színházi előadásunk. Nagy Juditékkal, a Szabad Színházzal megegyeztünk, hogy a Vak Béla előadást fogják bemutatni az Öreghegyi Közösségi Házban. Aztán sajnos a múlt héten telefonát le kellett mondania. Már volt is olyan plakát, ami ez szerepel, de le kellett vennünk a plakátról, mert több szereplőnek is nem jó az időpont, olyan főszereplőknek, akik pótolhatatlanok. Most tehát amikor a koncertprogramot megtervezitek, akkor összeültök? Igen, vagy igen. Pedig egy személyi döntés születik? Nem. Így is jó nekünk. Összeülünk a kollégákkal mindenféleképpen, és akkor mindenki mondja, hogy mi az ötlet, de általában az a vége, hogy egyben mindenki egyetért. No, tehát összeáll a program, oké, mindenki készül rá, mert elkészülnek a plakátok. Egyébként ezt meg is mutatom, hiszen rövidesen erről beszélünk, kedves nézőink. Természetesen a középpontban az aranybulla, és ott mindazok a fellépők, akik idén elkápráztatnak bennünket. Ugye látom itt kivonatosan, mert utána beszélünk róla bővebben, hogy vannak visszatérő vendégeink. Puh Tibi például, mintha el sem ment volna Fehérvárról, annyiszor jár itt. Igen, az Öreghegyi Közösségi Házat különösen szereti. A nyári időszakban többször is volt már nálunk nyáresti vigadalom ővele és általa meghívott vendégekkel, illetve hát Majálison, Vigasságon, Mulatságon gyakran szerepel Székesfehérváron. Az ő ötlete volt, hogy szeretné egy kicsit másképp bemutatkozni a közönségnek. Nem az a szokásos, könnyed nyáresti vigadalom lesz, amihez hozzászoktunk. Ezért is az a címe, hogy Nyáresti Vigadalom másképp.
ezzel azt próbáljuk kifejezni, hogy az augusztus 20-ai ünnephez kapcsolódóan kicsit méltóság, teljesebb, komolyabb művekből fognak előadni. Vendége lesz Éliás Gyula junior, és természetesen az elmaradhatatlan Horváth testvérpár. Igen, a Horváth testvérpár az én barátaim, természetesen. Igen, ők is fognak közreműködni ezen az esten. Tehát arra kell számítani, hogy Szent Istvánhoz kapcsolódó dolgokat fognak előadni, esetleg Máriához, tehát természetesen az ünnepkönyvhoz, az augusztus 20-ához. Világos, mert amíg ahogy nézem a Buktibi különböző műsorait, mindig újat ad, mindig más, de mindig a teljességre törekszik. Tehát amikor nótaest volt nemrégiben, és ráadásul úgy tud vendéget választani, hogy látszik, hogy ők szívesen jönnek. Tehát nem pénzért jönnek, hanem egyik oldalról barátságból, és ráadásul nekik is tetszik a millió. Igen, természetesen úgy választja meg a partnert, ahogy az előadáshoz illik. Nagyon szereti őt a közönség, és mindig nagyszerű hangulatot tud teremteni. És hogyha már ezt mondtad, hogy lelkesedés, az látszik rajtuk, hogy lelkesen szerepelnek, el kell mondani, hogy egyáltalán nem kérnek olyan gázsit, amit ne lehetne megfizetni. Magánügy egyébként is, csak azért mondom, hogy ez mellékszál teljes egészében. De tényleg nem ezért csinálják, mert a lelkesedésből. Térjünk vissza, ugye ez pénteken lesz 20 órakor, előtte viszont a birminghami kiállítás. Én azt gondolom, hogy az öreghegyi önkormányzati képviselők jogosan büszkék erre a napra. Ott vannak ők is, Őstör Anna Mária és Horváth Miklós Csaba, mert hogy ez is valami különleges. A birminghamiekről mit kell tudnunk? Ugye azt említetted, hogy 10 alkotó érkezik. Különböző. 10 művésznek az alkotása, és csak egy alkotó lesz a vendégünk, aki el is jön, egy hölgy, egy festőművész. A Birminghamből többször volt vendégünk Joseph Longoria, aki a Agárdi művésztelep folytatásaként működő Székesfehérvári művésztelepnek volt a vendége. Őben nagyon jó kapcsolatot sikerült kialakítanunk, és ezért gondoltuk, hogy rajta kívül más művésztársait is szeretnénk itt bemutatni. Jól emlékszem, ugye a Longoria legutóbb Dér Adriennel volt közösen. Igen, pontosan. Igen, igen, igen. Jó, és akkor hát az én szívügyem következik, Deák Bill Gyula. Azt hiszem, hogy ha azt mondjuk, hogy soul vagy rock, mindegy, hogy ki hogy fogalmaz miként, akkor azt mondja, hogy egy ilyen legendát vendégül látni, az beleborzongok. Természetesen ott leszünk, és a nézőknek is ígérem, hogy egy beszélgetést láthatnak Deák Bill Gyulával. Hogy sikerült közel kerülni hozzá? Egyáltalán nem volt bonyolult, ahogy az előbb beszéltünk róla, összeültek a munkatársak, és hát mindenki ebben egyetértett, hogy a Deák Billt feltétlenül próbáljuk meg meghívni. Az egyik kollégám, Márfi Tibor vállalta, hogy ő megkereste a honlapján az elérhetőségét, mondta, hogy ő már hívja is, és legnagyobb meglepetésünkre azt mondta Bill, hogy ő már több mint 10 éve nem volt Székesfehérváron, és hogy fantasztikusan örül neki, hogy itt is felléphet, és első szóra elvállalta a fellépést. Természetesen ehhez tudni kell, hogy ez több mint fél évvel ezelőtt történt, mert nyilván, hogyha egy hónappal ezelőtt telefonálunk, lehet, hogy már foglalt az időpont. Így sikerült vele megegyeznünk, és mi is csak csodálkoztunk, hogy ennyire örül neki, hogy Székesfehérvára jöhet. Nincs is annál jobb, mikor látni ott az épület előtt a padon, hogy ott ülnek, mint egyik esztendőben Török Ádám, Tátrai Tibivel, és így tovább. Igen, mert ez egy zseniális történet mindenkinek. Ilyenkor figyeltek arra, hogy ő mit hoz? Hát a szokás, tehát élő zenekarra jön természetesen, és a szokásos blues rock repertoárját fogja hozni. Mi arra készülünk, csak nagyon izgulva, hogy a technikai feltételek megfeleljenek, mármint hogy a hangosítás és a fény, a színpad és a többi. Öreghegy régi épület, ezt tudjuk, technikailag azonban jó, a benne dolgozók nem különben jók, most azonban megújultatok, egy kicsit beszéljünk a kemencéről, hiszen én azért láttam, de a nézők még nem, mire fogják használni, hiszen elmondom azért, hogy a hátsó udvaron épült egy kemence. Épült egy fantasztikus kemence, illetve egy tűzrakó helyet is kialakítottak a szakemberek, és grillezésre is van lehetőség, olyan a kemence, hogy van mellette egy grill rács is, úgyhogy nagyon sok mindenre lehetőséget nyújt. Hát az Öreghegyen működő két nyugdíjas klub már alig várja, hogy mikor süthetnek benne. Ünnepélyes avatás
kiállítás keretében szeretné Őstör Anna Mária átadni, természetesen polgármester urat is meg fogjuk erre hívni. Valamikor szeptember elején kerül erre sor, de még nem egyeztünk meg pontosan az időpontban. Nagyon-nagyon várják azok a közösségek, akik az Öreghegyi Közösségi Házban otthonra leltek. Mindenki érdeklődött már, hogy mikor lehet majd használni, illetve arra is számítunk, hogy bérbe adjuk. Tehát, hogyha családi rendezvényt szeretnének hozzánk hozni, akkor fel tudjuk ajánlani, hogy lehet használni. Ha már így szó esett az Öreghegyről, tehát és beszéltünk róla sokat, akkor a hatház többi részéről is akkor beszéljünk, hiszen rövidesen Kisfalud megint csak azért jó, legalábbis nekem, hiszen elszigetelt település részről van szó, és azt hiszem, hogy soha nem volt nagyobb szükség arra, hogy az ott élők megtapasztalhassák, hogy milyen, ha falsős programokat láthatnak a kisfaludi közösségi házban. Mi újság Kisfaludon? Kisfaludon évek óta Kisfaludi falunap címen zajlott egy városrészi nagy rendezvény. Aztán a kisfaludi közösség úgy döntött, hogy ők nem falu, ami egyébként így is van, mert Székesfehérvárnak egy városrésze. Ezért most úgy hívjuk, hogy Kisfalud Novajpusztai Vigasság. Ez, hogy Novajpuszta volt Kisfalud régi neve, ez Siklósi Gyula professzortól tudhatjuk, aki még vendégünk volt ott Kisfaludon többször is, és előadást tartott erről, tehát most Kisfalud Novajpusztai Vigasság már harmadik éve a neve, ugyanannak a programnak, amit régen falunapnak hívtunk. Ahogy a vigasság vagy a falunap név is jelzi, ez egy vidám együttlét, ahol a közösség egymásra talál, főzés van, és színpadi műsor, utcabál, úgyhogy ezt nagyon várják már a kisfaludiák. Aztán itt van nekünk a Csala, ugye a Csalán ritkán, Szedreskert, a Szedreskerti mulatságok következik, ugye az részben a két település rész közös bulia. Igen, Szigli István képviselő úr területe és Kovács Béla Sándor képviselő úr területe, ezért aztán a két terület határán, a Szedreskerten, a Palotai úti sportpályán rendezzük. Igen, ez meg lesz szeptember másodikán. Szeptember másodikán lesz mindkét rendezvény, mindkét és mindegyik háromkor kezdődik, és utcabállal zárul. Szó kell, hogy essék a legújabb nagy évű történetekről, a Fekete egy Szárazréti Közösségi Ház megújult, hát fantasztikus, ugye ma lesz a Bormámor szerelem este, és holnap is. Így van. A hétkor ugye Váradi Eszter, Sára Závodszky, Noémi, Keller Jani, nem sorolom, ez egy fantasztikus estének ígérkezik. Beváltotta azokat a reményeket, amelyeket fűztetek hozzá? A száztagú cigányzenekart majdnem kifelejtettem. Igen, ők szombaton lesznek a vendégeink, 5 órakor a száztagú cigányzenekar előadása ingyenes lesz, de a Bormámor szerelemre már először a Fekete-hegy Szárazvéti Közösségi Központ történetében mertünk belépőt szedni, és jelenthetem, hogy az utolsó szálig minden jegy elkelt, úgyhogy teltház lesz, és ma este úgy készülünk, hogy pótszékeket is kell beraknunk, úgyhogy olyan jegyeket tudunk annak adni, aki előre nem vette meg, ami már pótszékre Hála szól. Hála Istennek teszem hozzá, egyébként ez egy nagyszerű ötlet volt, mert amikor a bemutatkozás sokan tartottak tőle, hogy messze van. Aztán kiderült a Födő darabnál a hülyéje, a Vörösmarty Színház premierje, hogy igenis érdemes volt kihozni a Pelikán teremből, bár sokaknak más a véleménye, de hát én ott voltam, és ez egy nagyszerű, nagyon jó a hangosítás, remek a nézőtér, elégedettek a színészek, a rendezők, a zenészek, akkor mi baj lehet? Hát az a különlegessége, hogy olyan szabadtéri színpad, ahol a nézőtér is fedett. Tehát ezért aztán nagyon sok lehetőség van benne, mert máshol ugye úgy szokott lenni, hogy a színpad fedett, de a nézőtér meg esetleg ázik, hogyha olyan időjárás van. Itt viszont a nézőtér is védve van az esőtől. Ráadásul ugye a száztagú is fölfér a színpadra. Így van, hátrány. Nagyon nagy színpad van. A száztagú cigányzenekaron tavaly is rengetegen voltak, ezért gondoltuk úgy képviselő úrral közösen, hogy az idén is érdemes őket meghívni. Ez nagyon jó. Mennyit kell gondolkodni, hogy egy ilyen, mert itt nagy színpadról van szó, hogy közönségcsalogató rendezvényt tudjatok idehozni? Hát gondolkodni, képviselő úrral együtt szoktunk, tehát Szigli képviselő úr annyira aktív, hogy saját magának is vannak ötletei, hogy kiket szeretne meghívni, de egyébként aki felkészült szakember, mint a munkatársaim, ők tudják, hogy mit érdemes egy ekkora színpadra állítani, meg mi az, amivel megtelik a nézőtér, mert
Normál esetben 300 főre tudjuk beszékezni, de hogyha kinyitjuk a sátornak az oldalait, akkor ennek sokszorosa is elfér. Nos, tehát akkor Felsővárosról méltatlanul kevés szó esik. Azért a drótkutyák. A drótkutyák lesz, igen. Igen. Őket én kevéssé ismerem, mutasd be ezt a csapatot. Radecki Jenő, Pinke László, és a másik két tagnak a nevét nem tudom, sajnos, négy fiatalember, akik már többedszer lépnek fel az érdekes nevű drótkutyák zenekarral. Őket nagyon-nagyon szereti a felsővárosi közösség. Pinke László ott lakik, és a Kalotnak oszlopos tagja. Radecki Jenőt meg ugye ismerjük, a Katolikus Rádió főszerkesztője. Ezért sajnos a másik két tagnak a nevét nem tudom megmondani, de őket nagy lelkesedéssel várja a közönség, és nagyon szeretik. Jó. No, akkor invitáljuk meg még egyszer a nézőket, tehát akkor augusztus 25-én, ez egyébként az én névnapomon van. Gratulálok! Köszönöm szépen! Ez direkt neked névnapi ajándék. Igen, Öreghegyi Mulatságok, ott leszünk természetesen a stábbal, képzőművészeti kiállítása Székesfehérvár testvérvárosa a Birmingham, Amerikából. Igen, mert Nagy-Britanniában tehát is van egy Birmingham. És este pedig a mi kedvenc barátunk Buch Tibor és az ő vendége Éliás Gyula, illetve a horvát testvérpár játszik a színpadon. És augusztus 26-án szombaton pedig a mi Deák Bill Gyulán tiszteli meg Székesfehérvárt. Dóri, köszönöm szépen, jó munkát kívánok mindnyájatoknak. Én azt ígérem neked, illetve a kedves nézőknek is, hogy a Fehérvár televíziós stábja természetesen ott lesz és beszámol az eseményekről. Lesz mit nézni, azt ígérem. Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget. Én is köszönöm szépen. Kedves nézőink, a Fehérvár televízió Paletta magazinját látták, maradjanak továbbra is velünk, és kérem figyeljék műsorainkat. Aki pedig teheti, pénteken és szombaton látogasson ki az Öreghegyi Közösségi Házban, higgyék el, megéri. Köszönöm a figyelmüket, minden jót kívánok, viszontlátásra.